kaptam egy ilyen homokórát, hogy tartsam be az időt. Egyébként nagyon fontos valóban, és talán azt is mutatja, hogy így pereg az idő a számomra is, de így peregett az idő mindannyiunk, és hát persze Szent László számára is. A homokóra szemcséi akár jelképezhetik Szent László ideje, tehát a mostani idő és az akkori idő közötti távolságot. Persze itt most sokkal több, mondjam úgy, inkább úgy mondom, sokkal kevesebb időm van arra, hogy így most egy óra alatt el tudjam magyarázni Szent Lászlót. Mivel kultúrantropológus vagyok, ezért egy kicsit más oldalból próbálom majd megközelíteni a témát. Ugye biztos mindenki hallott és hát ismeri Szent László történetét. Mi újat lehet mondani erről a korszakról, egyáltalán róla? Most hát ebbe próbálok valami különlegeset, egy újabb szint vinni az ismeretükbe. Mielőtt elkezdeném, igen. Rendben, beszélek hangosabban, vagy lehet egy kicsit följebb lehet tekerni a hang, a volumot, a hangerőt. Talán most jobb, ugye? Jobb? De beszélek hangosabban. Arany János Szent László. Mondd a Lajos, a nagy király. Eredj szolgám, Lacfi Endre, küldj parancsot, mint a villám. Kös nehéz szabját övedre. A tatárdon nagy veszélyben forog moldva. Ez a véghely. A tatára veled menjen 10 000-nyi lófő, székely. Kél Budáról Lacfi Endre veszi útját Nagyváradnak, Kölestermő Kunság földén jó csatlósi áthaladnak. Várad Kövecses utcáin lobuk acélkörme, csattog, messze fénylik a sok fegyver, messze döng a föld alattok. Hallja László a templomban, körös víznek partja mellett, visszatér szemébe a fény, kebelébe a lehellet. Koporsója kőfedelét nyomja szinte 300-ad, ideje már egy kevéssé szellőztetni a szűk házat. Köti kardját tűzőjére, s fogja a nagy csatabárdot, melyel egykor napkeleten a pogánynak annyit ártott. Félre billent koronáját, halántékén igazítja, élfél tájban lehet már, a vasajtót feltaszítja. És megindul ki a térre, és irányt vészi jobbra, hol magasan felsötétlik, ércből öntött lovas szobra. Távolról megérzi a mén, tombol, nyerít, úgy köszönti, megrázkódik a nagy érclós, érclovát földre dönti. Harctól, harci vágytól féke habzi, kapál, nyihog, lángot fuval, László a nyerekbe zörren, s jelt ad éles arkantyúval. Messze a magas talptól, a kőlábról messze szöktet, hegyen völgyön viszi a ló, a már rég elköltöztettet. Egy ugrásra a kálvária, és 9 a királyhágó. Hallja körme csattogását, a vad székely és a csángó. Ám a lovat és a lovagját élő ember nem láthatja. Csodálatos, de csodákat szül az Isten akaratja. 3 teljes álló napig vívott a pogánnyal Lacfi, nem hiányzott a székely szív, de kevés a székely harcfi, míg a tatár több, mint polyva, vagy mint a puszták fövénye. Sivalkodik, nyilat szórja, besötétül a napfénye. Már a székely alig győzi, már veszélyben a nagy zászló, de fölharsog a kiáltás. Uram Isten és Szent László! Mint oroszlán víj a székely, megszorítva, nem megtörve, most a bércben láthatatlan csattog a nagy érckő körme. Ide, ide jó vitézek, gyűjti népét Lacfi Endre. Hát egyszer csak vad futással bomlik a pogányság rendje. Nagy tolongásnak miatta szinte már a föld is rendül, sok megállván, mint egy bálvány, leragad a félelemtől. Sokat elütt gyors futtában. A repülő kurta csákány. Sok, ki nem mozdul helyéből, maga rab lesz, lova zsákmány. Foggyul esett a vezér is, atlamos. De gyalázatja, nehéz seben vére elfoly, életét meg nem válthatja. Fel, Budára, Lacfi Endre, számos hadifoglyot indít, annyi préda, annyi zászló ritka helyen esik, mint itt. Rabkötélen a tatárság, féletlenül, még mint reszket, és vezeklik, és óhajtja fölvenni a szent keresztet. Hogy elérték Nagyváraddá vala, éppen László napja, keresztvízre áll a vadfaj, Lacfi lévén keresztapja.
Összegyűl a tengernéző, hinni a csodában, melyet egy ellagott sírban hajlott ősztatárnak nyelve hirdet. Nem a Székely, nem is Lacfi, ki Isten soká megtartson, hanem az a László, László, agyőzött le minket harcon. A hívásra ő jelent meg, vállal magasabb mindenkinél, s azelőtt sem azóta nem láttuk azt a seregnél. Nagy lovon ült a nagy férfi, arca rettentő, felséges, korona volt a fején, sár aranyból, kővel ékes, jobb kezében, mint a villám forgolódó csatabárgya, nincs halandó, földi gyarló féreg, aki ezt bevárja. Mert nem volt a földi ember, egy azokból, kik most élnek, feje fölött szűz alakja látszott ékes nőszemének, koronája napsugárból, oly tündöklő, oly világos, mondta a nép, a Szent László, és a szűz, a boldogságos. És az öreg tatár beszédét, noha kétség nincs felőle, bizonyítá a templomnak egy nem szavajátszó őrre. Hogy három nap a sírboltban Lászlót hiába kereste, negyed napra átizzadva találtatott boldog teste. Ezt Arany János írta. De biztos ismerték már. Annyit szeretnék elmondani így kezdetben, hogy én nagyváradi származású vagyok, és ugye Nagyváradon két embert szoktak említeni, mikor büszkén egy váraditól kérdezik, hogy mire büszke esetleg ebben a városban. Igaz, sokkal több mindenre lehet büszke, de kettőre biztos, két személyre, és ez az egyik Szent László, ugye nagyon jól tudjuk, hiszen ő volt a városnak az alapítója, a másik pedig Ady Endre. Hát mind a kettőről ódákat lehetne zengeni, de most akkor lássuk Szent Lászlót. Ugye a Szent László születése, a belső viszályok okozták, hogy László nem magyar földön, hanem Lengyelországban látta meg a napvilágot. Születésének éve 1046-ra tehető. Atya Béla magyar király volt, anya Rikézia, második Miciszláv lengyel király leánya, Nőágon második Ottó császár dédunokája. László bátyja Géza 1074 és 77 között uralkodott. Én szépen átmegyek így a dátumokon és ugye az alap fogalmakon, amelyeket úgy nagyjából már ismer mindenki, és e közé fogom illeszteni azokat, amelyek talán újdonságnak fognak majd számítani. A lengyel állam több mint 1000 éves, a 16. században a Jagelló dinasztia uralkodása idején Lengyelország Európa egyik leggazdagabb és legerősebb országa volt. Első Boleszláv 1025-ös halálát követően fia, második Mieszkó került a trónra, aki azonban nem lépett apja nyomdokaiba. Elhanyagolt a kormányzást, igazságszolgáltatást, gyakran szeszélyes volt. 1034-ben hunyt el, így az első megújító Kázmér lett az uralkodó, de kezdetben akadályozva volt a kormányzásban. Helyette anyja lotaringiai Rikézia uralkodott, aki viszont nem szerette a lengyeleket, így a fontosabb hivatalokat német honfitársai kezébe adta. A nép megunta az idegen zsarnokságot, fegyvert fogott és elűzte királynőjét, így már ténylegesen is Kázmér került a hatalomra. Erős kézzel állította helyre a közrendet, megszilárdította ismét a kereszténységet, több új püspökséget, apátságot létrehozott, s fővárossá Krakkót tette. És akkor zárójelben megjegyezném, hogy ez az az időszak, amikor tehát Szent László is Lengyelországban volt egy rövid időre, de Nagyváradon nevelkedik. Tehát nagyon rövid időt volt Lengyelországban, születése után pár évet, és utána Nagyváradra megy, hiszen a bihari királyság vagy püspökségnek az alapítójaként és hát az édesapjaként ott tevékenykedett, ott nőtt fel, ott szívta magában, mondjam úgy, ahogy az információkat, a lovagiasságnak és minden egyébnek oktatási rendszernek az alapjait. Ugye a lovagi kódexről szeretnék egy pár szót mondani, hiszen őt tartják a nemzetközi vagy az egyetemes lovagoknak a fő vezérévé vagy királyoknak. Ez azt jelenti, hogy Szent Lászlóval indul el egy olyan a lovagi kultúra, amely szinte a mai napig, hogyha a lovagságról van szó, vagy a lovagi eszméről, a Szent László a központi alakja. Ugye az urának, gyengének, nőknek
özvegyeknek és árváknak a védelme az első olyan törvény, amelyet be kellett tudni tartani. A urának, azaz a fennevalónak, a gyengének, nőknek, és itt most azért térek ki, mert sokszor elhangzik, hogy a középkorban, vagy legalábbis ebben a korszakban a nőknek nagyon sok joguk nem volt, azaz inkább csak valóban a utódok létrehozására, nemzésére volt tulajdonképpen, és hát mondjuk királyságoknak a kapcsolati a tőkéjük összefonódására volt szükség így a női ágnál, a női ágra. De nem igaz, nem feltétlenül igaz, mert a nők ebben az időben kifejezetten elsőrangúként volt tisztelve, hiszen a lovagi kódex első részében is benne van, azaz sokszor valóban a nőkért vívtak csatákat, vagy a lovagi tornán, a nőkért tettek a mindenféle fajta jelzést, ez lehetett akár egy kis keszkenővel, vagy lehetett utána egy udvarlással, fogadta-e az udvarlását a hölgy, vagy nem. A lényeg az, hogy itt most a nemesi körről beszélek, a nemesi a rétegről, hogy a nő az fontos eleme volt nem csak a nemzésben, hanem a mindennapokban, a tiszteletben, és neki kijárt a tisztelet egészen az időskorig. Tehát tulajdonképpen vigyáztak rájuk. Abban az időben, amikor egyre több templomot, egyre több a kolostort és monostort építettek, bizony a nők voltak azok, akikre ezt még rá is lehetett hajni. Tehát az apáca rendek ekkor kezdtek el igazán fejlődni ebben a korszakban. Ők voltak azok, akik az árvákat is védték, és ezt majd vissza fogok térni Piroskára is. Tehát Piroskánál majd meg fogom jegyezni, hogy miért volt fontos Piroskának a megjelenése a Bizáncban, ugye így az árvákkal kapcsolatban. A kereszténység védelmezése a hitetlenekkel szemben. Most itt a kérdés az, hogy ki volt ebben az időben a hitetlen, mert nem mindig azok voltak a hitetlenek, akik mondjuk a keresztes hadjárat miatt ott más földön, ugye az arab vidékeken éltek, vagy épp a perzsa világ a hitetleneit vette számításba, hanem valóban még őrizték ebben az időben István által kért, és mondjam úgy tűzzel, vassal fenyegetett a régi hitnek a gyökereit is próbálták kihúzni. Az a Szent László idejében is a régi vallást, a régi hitet, a hiedelmet azt próbálták megszüntetni. Ezek is hitetlenek voltak. A testedzés, szarvas, vaddisznó és farkas vadászattal, valamint lovagi tornákon való részvétel, ez a harmadik. Tehát mennyire fontos az, hogy ebben az időben is, hogy egy fiatal ember mozogjon, hogy testedzést sell, akár szarvas vadászattal, vagy vaddisznó, vagy bármiféle fajta ilyen lovagi tornákon való részvétellel a testét, és ezzel együtt a szellemét is a jó épségben tartsa. Ugye a bátorság. Ahhoz, hogy az ember tornákon vegyen részt, azért bátornak is kellett lenni. Nem mindenki volt bátor, az nagyon hamar el is esett egyébként, mert hogyha félszegen ült a lovon, vagy hogyha nem ismerte a lovát, ugye majd ki fogok térni, hogy a ló mennyire volt fontos ebben az időben, tehát hogyha nem ismerte a lovát, egyszerűen nem nőtt a lóval fel, akkor bátortalan is volt. A bátorság ebben az időben azt is jelentette, hogy ő úgy volt nevelve, vagy érezte, hogy ő férfi, tehát férfiként, fiúként, erős férfiként cseperedett föl, nagyon jó érzelmi és mondjam úgy, hogy családi háttér biztosításában. Bölcsesség. A bölcsességet kitől kaphatták, hiszen a bölcsességet az édesapától, édesanyjától, testvérektől, esetleg vagy rokonságtól kaphatták, de legfőképpen ebben az időben az egyháztól kapta. Tehát az egyház volt a bölcsességnek a gyűjtő tégeje. Jótékonyság, nagy lelkűség, ide megint az egyházat tenném, hiszen ahhoz, hogy akár Szent László vagy bármelyik lovag jótékonynak jótékonykodjon és jótékonynak tűnjön, és így is éljen, ahhoz valóban ismernie kellett Jézusnak az életét, az új szövetséget, a Pál apostolnak az életét és az összes szenteknek, akik abban az időben ismertek voltak. Persze latinul folytak általában a misék, az istentiszteletek, ehhez meg kellett tanulni latinul is. Hűség. Ez megint nagyon fontos, hogy a hűség. Ugye
Nagyon sokszor halljuk azt, és a magyar történelem sajnos átszövi a testvérgyilkosságot, egymás között a hadakozást. Mit jelentett ebben az időben a hűség? Nos, Szent László volt az, aki valóban hűen és hűségesen próbálta a testvérét, a nagybátyját és minden egyes felmenőjét, rokonságát egy, mondjam úgy, értékben is tartani. Ezért bárkiről is volt szó, ő mindent megtett annak érdekében, hogy ő a legoptimálisabb helyzetet biztosítson a számára. Udvariasság, tisztelet és tolerancia, ezek mind ugyanoda tartoznak. Tehát egy nővel való udvariasság, de egy férfival való udvariasság is, hiszen abban az időben nagyon sűrűn fordultak elő a bajvívások. Tehát úgy kell tudni, hogy ha bement az ember egy olyan helyre, ahol sört szolgáltak föl, vagy épp bort, akkor ha csúnyán nézett az egyik férfi a másikra, kihívhatta párbajra. Tehát ezért az udvariasság mindig fontos volt, még azoknak is, akik esetleg nem voltak lovagok, hiszen ha bejött egy lovag, azzal abszolút udvariasnak kellett lenni, de hogyha egy két köz, tehát egy, mondjam úgy, hogy bármilyen köztisztviselt ember, vagy tiszteletben álló ember találkozott, vagy egyszerűen egy egyszerű mezőgazdász, vagy egy paraszt, azok között is megvolt az udvariasság, legalábbis próbáltak udvariasak lenni, mert könnyen kinyílhatott, mondjam úgy, a bicska a zsebben, bocsánat, hogy ezt így mondom. A jó indulat és gondoskodás, itt már mondtam is, megjegyeztem, hogy a gondoskodás az igen fontos volt, az időskori gondoskodás, a gyermekekkel való gondoskodás, tehát az, hogyha esetleg nem tudta a család felnevelni, mert az édesapa meghalt egy harcban, akkor vagy egy kolostorba került szerzetesnek a diák, hogyha elfogadták, vagy külföldre, hogyha nemes vagy királyi vér csörgedezett benne, akkor mi? Tehát nagyon jól tudjuk, hogy Szent László is így volt, hogy Lengyelországban nő. Tehát ez a gondoskodás a királyok és a királyi házak között ez megvolt, hiszen ez biztosította a számukra is, a külföldi királyságnak is a partneri viszonyt. És hát egy templomos lovag, ez már a 11.-12. század, hogy milyen öltözete volt. Ugye itt lehet látni az egyes, hogy volt egy ilyen mondjam úgy, hogy egy vászon ing, egy lenvászon ing, ami alól nem volt bugyi, tehát úgy kell tudni, hogy hát mesztelenek voltak a férfiak. Ez itt most a francia. A magyar vitézek és lovagoknak már azért volt alsó neműjük, mondjam így, ez itt szebb. De ebben a képsorolásban, itt ez a keresztes lovagokkal, amit most itt bemutatok, ez a franciákra illő divat volt. És ezért is tettem ezt, mert akkor legalább egy párhuzamot lehet vonni a kettő között, hogy a magyar divat milyen volt, és az öltözködés általában egy lovagnak milyen volt, és egy francia, vagy akár egy németnek, vagy egy itáliainak milyen. Ez egy egyszerű francia keresztes lovagnak a képét lehet látni, ahogy öltözik, ugye egy ing, majd aztán jön egy nadrág, az is egy ilyen lenvászon nadrág, erre jön egy kötő, ágyékkötő, azt köti föl a harmadik képen, a negyedik képen ugye fölhúzza a saruját, az ötödik képen lehet látni, hogy egy ilyen, mint egy pilóta, ugye most jelen pillanatban, hogyha egy vadászgépbe ült, vagy a második világháborúban egy pilóta, körülbelül ilyen felső fejvédős anyagból, ilyen sűrű anyagból, posztószerű anyagból kötötte föl a haját, védte a fejét, a koponyáját, úgy szintén az egész testét, ezen már nehezebben hatolt át a fegyver, és akkor innentől kezdődött az a kivételes fegyver, nem, ami abban az időben a gazdagabb osztálynak mondjam úgy, lehetőségét biztosította. Nem mindenkinek volt ilyen láncvértje, melvértje láncból, jó minőségi acélból és vasból. Ezeknek igen nagy súlyuk is volt, tehát ezt amikor fölvették, akkor már elég súlyosak voltak, és aztán ezekre jöttek a különböző szimbólumok, amit itt lehet látni, egy olyan anyag, ami a keresztet és a vörös keresztet, a fehér, mondjam, lepedőszerű anyagra, amit magára húzott. És aztán persze a fegyver nem dárda, általában ugye a lovagoknál, a templomos lovagoknál, mikor lovagi tornák voltak, akkor dárdával, vagy különböző ilyen kardokkal vívtak meg egymással.
És hát akkor itt lehet is látni egy harcot, ezt azért is tettem, hogy lehessen látni, hogy így egy teljes fegyvernemben hogy néztek ki. Egyenes volt a kardjuk. Nagyon érdekes, hogy még Szent Lászlónak is egyenes kardja volt, nem az a magyar szabja jellegű görbített kard volt, hanem egyenes kardja volt, és persze a bárdja, amelyről most én nagyon sokat nem szeretnék mondani, mert erről külön olyan történészek vannak, akik kifejezetten a harcászati és a fegyvernemről tartanak előadásokat. Annyit viszont megjegyeznék, hogy ugye látszik a ló, hogy milyen fajta lovakat használtak. Nagyon fontos volt. Akinek nem volt lova, mondjam úgy, hogy az szinte nem is létezett. A ló az mindennapoknak az eszköze volt, ezzel lehetett áról bére menni, tulajdonképpen nem lett volna második honfoglalás sem, vagy kettős honfoglalás sem. Nem tudom, hogy önök tudják-e, hogy nem, vagy biztos hallottak már erről előadást, hogy nem egy honfoglalás volt, hanem ide visszatértek a magyarok Árpáddal. Tehát ők nem is tudtak volna visszatérni gyalog, és nem tudott volna senki sem a hosszú útra menni, vagy legalábbis nehézkes lett volna, hogyha nem lett volna ló. Úgyhogy a ló az őskortól kezdve, vagy legalábbis attól a kortól kezdve, amikor az ember már meg tudta ülni a vadlovat, és be tudta törni, azóta folyamatos eszköze volt. Azért változott itt, és azért fontos megjegyeznem a középkorban a ló használatát, és mondjam úgy, hogy a nehézségével együtt való használatát, mert ebben az időben a harcosok már nem voltak könnyű felszerelésben. Ebben az időben már a harcosok azok, és a vitézek, a lovagok nehéz fegyvernemben ülték meg a lovat, és úgy kell elképzelni, hogy a könnyű lovasságnak és a magyar nyereg az a lónak a gerincének adott helyet, most az, hogy ez fából volt, vagy bőrből, egyébként mindegy, volt olyan is, akinek fából, vagy be volt tekerve bőrrel, de a lényeg az, hogy a nyereg úgy volt kialakítva, hogy a gerincét védte a lónak. Ezért nagyon gyorsan lehetett vele haladni, és ezzel jóval gyorsabban tudott bármilyen csatát megnyerni egy magyar lovas, vagy egy lovasság, mint bárki itt Európában, ezzel a nehéz lovassággal, vagy nehéz fegyverzettel. Megmondom miért, mert a francia, a német, az olasz, tehát az általában a lovagi, középkori nyergeknek nem volt meg a gerinc üreg, azaz a lóra, amikor rátették, úgy kell elkezdeni, hogy egy könyvet rátesznek a lóra, és ezzel a nagy súllyal, ami még plusz 70-100 kilót adott a vitéznek, vagy a lovagnak, azzal együtt a gerincét sértette a lónak. Tehát, hogy olyan volt, mint hogyha a gerincére egy 120-130, de akár egy 160 kilós súly telepedett volna rá, így egyenesen. Ennek is megvan a magyarázata, hogy miért csinálták ezt az ősök, legalábbis ezek a vitézek, mert olyan súlyos volt, és annyira nehéz volt benne mozogni ezekben a páncélokban, hogy a ló minden rezdülését kellett, hogy érezze. Azaz fájdalomban próbálták idomítani. Hogyha megmozdult jobbra egy kicsit a lovas ezzel a nagyon nehéz páncélzattal, akkor a ló érezte, hogy jobbra fordul, jobbra kell menjen. Fájdalmat okozott neki. Hogyha balra kellett, akkor ezt érezte a gerinc, hogy balra csúszik a vitéz, és akkor rögtön balra indult el a lovas. És itt ezt lehet így nagyjából látni. Újra tulajdonképpen itt a sebzési technikáról van szó, hogy miként tanították egyébként Lászlót is. Ugye meg kellett tanuljon már korán a fegyverekkel bánni. Ő kiválasztotta magának ezt a bárdot. Nem egy nagy bárdot kell elképzelni, nem tudom, hogy tudják-e, az igazi bárd, ami a kezében volt, nem volt nagyobb egy olyan 15-20 cm-nél. Tehát az az éles része, a bárd része, tehát nem hatalmas nagy csatabárdot kell elképzelni, mint ahogy a szobrokon van. Ez tulajdonképpen annak az imitációja, vagy legalábbis egy szobrásznak a karikatúrája, idézőjelben mondom a karikatúrát, hogy a hatás sokkal erősebb legyen. Tehát a számára egy mármint László egy fokoshoz hasonló eszközt tartott, amelynek a végén egy kisebb fajta balta fej volt. Azzal nagyon jól lehetett forgatni, nagyon szépen el lehetett vele suhintani a embereknek a fejét, mondjam így. Ugye általában fejre céloztak. Ugye itt is látszik, hogy ott a jobboldali, vagy inkább baloldali embernek, lovagnak ott a feje megsérült. Ez volt a legfontosabb, hogyha valakit el kellett hamar rendezni, akkor ott biztos, hogy mély sebet ejt. Akkor itt
mikor elindultak és várakat és különböző területeket foglaltak, nagyjából a lovagok ugyanúgy voltak öltözve, ez azért fontos, hogy megmutassam, hogy ugye a páncélzat nem módosult, ugyanúgy a dárdákkal jöttek, akkor ilyenkor megjelent a tűz, az olaj, ott egy bárd is látható, és a védők, a várvédők, amit tudtak megragadni, azzal próbálták elijeszteni, vagy elkergetni a lovagokat, vagy legalábbis azokat az embereket, akik megpróbáltak betörni egy-egy várba. Ugye ott látszik, hogy nem krumplit löknek rájuk, hanem köveket. Általában ezeket fel is forrósították. Tehát így forró köveket, vagy szurkot, de hát erről biztos már sokat hallottak. Itt különböző harcászati eszközöket lehet látni a korból. Ez már amikor ugye elindulnak Jeruzsálem fele, amikor már próbálják visszahódítani Jeruzsálemet, és akkor nagyjából így kell látni, hogy ez volt a fegyvertem, amivel harcoltak. Na most akkor visszatenném ezt a zenét, ugye ide érkeztünk a zeneelmélethez, mert Szent László annak a képzése az nem csak a lovagiasságnak a megismertetéséről szólt, nem csak arról szólt, hogy milyen embernek kell lenni, milyen férfinak, milyen vezetőnek kell lenni, milyen testvérnek kell lenni, ugye ott volt Géza is, milyen a fiúnak kell lenni az apával szemben, milyen egyházi tanításokat kellett, hogy kapjon, hanem itt a kor szellemiségének a zenéjével is biztos, hogy megismerkedett, hiszen ez kapcsolta össze Istennel. Nem csak a szó volt itt a fontos, nem csak az volt a nem tudom, hogy elindul az zene még egyszer. Amit most hallanak, ez pontosan ez az Arezzói Guidónak a Szent János himnuszát lehet hallani. Ebben az időben, amikor egy templomba, vagy egy kolostorba, monostorba érkezett László, nagyjából ilyen zenét lehetett hallani. Ez Isten háza volt. Kint volt a természet, kint volt az Isten teremtése, bent pedig az Isten háza. Tehát ott, ahol ő kapcsolatot tudott teremteni Istennel. A számára ez azért volt fontos, mert valóban egy olyan korszakot élünk meg, amikor mindenünnen próbálnak betörni Magyarországra. Egyetlen egy segéd, vagy segítségre szorult, ha szorulnia kellett, és az pedig Isten volt. Folyamatosan imádkozott egyébként Szent László. Tehát ezt nagyon sokan mondták, a lovagok is mondták, a katonái mellette, hogy ő, ha neki ideje volt, imába fordult, és inkább külön állt, vagy külön mondjam úgy, hogy egy kiszemelt helyre ült, és az égboltra nézve elmondott egy imát. Tehát ő neki a kapcsolata Istennel igen szoros volt. Mondhatnám azt is, hogy talán ebben a korszakban az egyik legszorosabb, még Istvánon is túltett. Mert István ugye úgy hozza be a kereszténységet Magyarországra, úgy próbálja a magyar jövőt biztosítani, hogy az egyház és Istennek a szolgálatába állítja a magyar népet. Lászlónak már erre nem volt szüksége, mert ez már meg volt teremtve, tehát ez a lehetőség már meg volt adva. Ő viszont, amit létrehozott, a sokkal több talán ezért is érezzük azt, hogy László mellett jobban letesszük a pennát sok esetben. Igaz, hogy az első lépés a legfontosabb, hogy megteremtsük a lehetőséget, a második azon, hogy utazzunk Isten felé, talán már könnyebb, de neki azért volt nehéz Lászlónak, ugye, mert mindenünnen szorongatták, a testvérei, legalábbis a családon belül is volt már viszály, és a egy személyben próbálta még a megmaradt, csak elcsökevényesedett a hitvilágot is visszaszorítani, emellett pedig tovább folytatni a kolostorok építését, létrehozását, és hát ezek közé ékelődik, még egyszer hangsúlyozom, a zene és ennek az ismertsége, és hát azért elmondanám, hogy teológiai, ugye zeneelmélet a középkorban teológiai, és ez fontos, hogy a zene mint Isten ajándéka, tehát a teológiát úgy képzelték, és úgy adták egymásnak szájról szájra, aztán írásba,
mint Isten ajándéka. Esztétikai, a zene, mint szépség. Matematikai, aritmetikai, a zene, mint a számok közti összefüggések hangba öntése. Fizikai, a zene, mint fizikai jelenség. És akkor ezek között Arezzo Guido újításait kell a legjobban figyelembe vennünk, mert azt mondja, hogy az alie regulae, más szabályok előszó egy pápai antifonáléhoz pontos és szabatos hangjegyírás a terc távolságban elhelyezett négy kotta vonalra. Akkor itt ki is mondtam, hogy végül is a Guido újítása a kotta írása. Innentől kezdve beszélhetünk a zeneírásról. Addig mindenféle fajta leírása, minden kolostorban másképp jegyezték fel a zenét, éppen ezért nem is volt egyforma. Tehát Guido újításai már közelebb vittek a hasonlósághoz, hogy általában a templomokban azért már ugyanazt a zenét lehessen hallani. A mikrológus, azt mondja, kicsi tudás, értekezés a zene elméletéről, ötletek a zenetanítás és tanulás gyakorlata számára. És volt az Epistola de Ignoto Cantu, levél az ismeretlen énekről, gyakorlati útmutatás a lapról énekléshez, szolmizáció bevezetése, a hangsorfokainak elnevezése, az olvasás és a dallam értelmezés könnyítésére, és akkor itt van a Szent János himnusz, amit az előbb tettem be. Ez egy hangot jelölő kottafej és a hangsor kitüntetett hangját jelölő kulcs bevezetése. Ezek mind ebben az időben voltak. Zenei műfajok. Európa nagy része nem csekély részben az arab katonai és kulturális nyomás hatására konszolizációnak indul a 9. és 10. századtól. Így a kedvező környezetben elindult a műzenei műfajok fejlődése is. A liturgikus ének az ókori műfajok nyomán, a gregorián ének dallamkotásává fejlődött, és ez fontos, tehát hogy a gregorián énekek azok már dallamkottásává fejlődik, tehát ott már lehet olvasni a dallamokat, mert ugye ott látszik oldalt, hogy még milyen fajta kotta típusú írás volt, ugye ilyen négyzeteket írtak erre a hálóra, vagy ezekre a vonalakra, de a gregorián énekekkel már elindul egy szünet, és mindennek mondom úgy, hogy az archaikus része a mai kotta írásnak, amelyből már meg lehetett tudni azt is, hogy hol van szünet, hol kell emelni hangokat, és így tovább, hogy meddig tart a szünet. Végül a ballatta és a kánon hoztak be egy olyan többszólamú elemeket, amelyeket a 15. század közepén az újkorba lépéssel a három szólamú akkordok világát és az ellenpontozást megerősítették. Ezekre én most nem térek ki, mert nem fogok a zene elméletről beszélni, viszont azért itt inkább azt akartam, hogy érezzék, hogy micsoda forradalmi újítás kezdődik el ugyanebben a korszakban. És ez minek volt a köszönhető? Az egyházasiasított a énekeknek, annak, hogy az a szerzetesek és a szerzetesek között lévő zeneszerzők már olyan csodálatos énekeket énekeltek, amellyel Szent Lászlóra is hatást gyakorolt. Hangszerhasználat, a korszak jellemző hangszereje, ugye a fidula, a lant, a psalterium, az organisztrum, a sípok, fuvalák gyakori, sok változata megjelenik, trombita félék, ritka, drága, királyi, főpap és nemes ember kísérői. Általában, hogyha megjelent egy király, vagy egy főpap, vagy ilyesmi, akkor ott voltak a trombitások is. Ugye sokszor láttuk történelmi filmekben, és egyszer csak ott a három trombitás, akkor ott van rajta kicsi zászló, amely jelképezi, hogy hol van, és hogy kit vártak esetleg. Hangszeres műfajok, ez táncdallamok, táncpárok, kíséret mindenfajta énekes dallamhoz. A következő, amivel biztos megismerkedhetett László, az az irodalom. Milyen irodalom lehetett abban az időben? Tehát általában latin nyelvhasználat és emelkedett teológikus szemlélet a magasrendű írásos műfajokban, ez jellemezte ezt a korszakot. Kismértékben nemzeti nyelvhasználat a szóban terjedő, kevésbé igényes műfajcsoportokban. Mi lehetett ez? Nem tudom, hogy mi lehetett ez a esetleg szóban terjedő, kevésbé igényes műfajcsoport, amit pontosan, tehát a népmesék, a balladák, amelyek szájról szájra terjedtek. Hát a szerzetesek, a papok ezeket nem írták le, ezek fennmaradtak a mai napig, egyébként ezt már ugye leírták, de a mai napig szeretünk szájról szájra meséket, mondákat, akár himnuszokat, vagy bármi ilyesmit kitalálni, vagy továbbadni. És akkor itt a vegáns dalkultúra, művelők és előadók, kicsapott diákok, társadalmilag ingatag helyzet, teljes létbizonytalanság.
ezek az előadók tulajdonképpen egyetemisták voltak, akik esetleg nem akartak már járni egyetemre, de közben egész sok mindent megtanultak, nagyon fel voltak készülve mindenféle fajta filozófikus gondolattal, akár rimmekben, és ő belőlük lesz majd a trubadúr. Tehát úgy kell tudni, ők lesznek azok, akik a lovagokat kísérik, ők veszik a lantot, és akkor mondjam úgy, hogy egy szabad diák életet élnek, ahova csapja őket a lovag, bocsánat, hogy így mondom, ahova fújja a szél, ott vannak ők is, és kísérik akár a kis hadsereget, vagy a kis számban lévő lovagokat, vagy a nagy számban lévő lovagokat, de főképp kiválasztott személyeknek énekeltek. Kitörési lehetőség, azt mondja, az ember hivatásos mulattatóvá válik. Ez azt jelenti, hogy akár ilyen klubokban, idézőjelben mondom a klubokat, olyan helyeken, ahol táncoltak is a hölgyek, urak, ott esetleg egy kastélyban kap lehetőséget a megélhetésre, és akkor őt szerzőtetik, idézőjelben mondom a szerzőtetést, mert nem volt olyan abban az időben szerzőtetés, de hát fizettek neki ételt, italt, és hát fizettek, adtak ételt, italt, kapott lakást, és ennek fejében ott zenélt és mulattatta a nemeseket. Egyebek mellett a királyt is. Ének és változatos hangkíséret, furulyák, itt már aztán mindenféle fajta hangszer bejött, furulyák, pengetős hangszerek, tambura, gitár, egyszerű ütőhangszerek, kisdobok, csörgő. A nyelvhasználat elsősorban latin volt. Miért volt latin egyébként a zenészeknek az éneklési módszere, mert ezt mindenki értette. Ha valaki jött esetleg máshonnan, mondjuk Spanyolországból, vagy Olaszországból, vagy Görögországból, és Bizáncból, akkor a latint mindenki értette, mindenki tudott rajta kacagni, vagy épp sírni. A témák természet, szerelem, mulatozás. Ezért is mondom, hogy sírni, mert ugye a szerelem az nem mindig a happy end, és hát akkor ez megindító szövegeket is biztosított. Lovagi költészet, ami nagyon fontos, ezeket is ismerhette a Szent László, művelő a lovagok. Tehát, hogy ezt azért a lovagok találják ki, előadó néha szerző, gyakrabban egy fölfogadott zsonglőr. A zsonglőr már ugyanúgy, a zsonglőrnek mondják a trubadurokat is, ez egy másik elnevezése. Nyelvhasználat, itt már a nemzeti nyelv megy, mert itt tulajdonképpen már egy ilyen balladaszerű valami fog létrejönni, és tulajdonképpen ezek a zenészek, akik ott kísérték a lovagokat, ezek a trubadurok vagy zsonglőrök, ők magyarul énekeltek, hogyha Szent Lászlóról volt szó. Témák, hőstettek, szerelem, kiválasztott hölgynek a dicsérete, illetve hódolat Szűz Mária előtt. Műfaj, chanson de geste, azt mondja, hősi tettekről szóló ének, vagy servantes, szolgáló ének. Trubadur költészet, itt akkor Franciaország, művelő eleinte nemes emberek, királyok, püspökök, ugye milyen érdekes, hogy ennek a műfajnak az első művelői, azok eleinte nemes emberek voltak, hát el kellett tölteni valamivel az időt, utána lettek a diákok és minden egyéb zenész, vagy zenéhez próbálkozó, vagy zenét próbáló előadó, vagy akár, ahogy itt írja, önálló vándor, szórakoztató zsokulátor. A nyelvhasználat itt is a nemzeti nyelv, változatos témák, fennkült stílus, gazdag formák, műfajok, Serena, Planctus, Pastoral, neves képviselő, Bernard de Ventadon, Rambo de Vesquez és Mario Daré, Richard Kör, és akkor most teszek egy trubadur számot, hogy milyen lehetett abban az időben egy trubadur ének. Mert érdekes, ilyeneket hallott ő is. Ezt 4 perc, ezt meghallgatjuk, jó? Itt hangszer nincs, nem tudom, hogy hallják, 2 szólam van, néha együtt énekelnek, néha elválik, vagy van, aki a basszus részt adja, és van, aki a... Nem kell lehalkítani. Kan destrasmos,
Ez a szám is latinul volt, tehát itt latinul énekeltek. Körülbelül így kell elképzelni azt a melódiát, vagy ahogy hangszer nélkül, hogyha ott meneteltek a lovagok mellett, hogy még a lovagok is ilyen dalokat énekeltek erdőben, stb. Persze, amikor úgy indultak, hogy csendben kellett lenni, mert valahova mentek esetleg megtámadni, vagy védeni, akkor nem. De amikor nagyjából megvolt a csata, megvolt az, amiért elindultak, örömzenélésbe kezdtek, és akkor nagyokat énekeltek. Képzőművészet. Akkor most mutatnék valamit. Ezen egyébként nagyon sokszor szoktam nevetni, amikor így nézem a kódexbe, vannak olyanok, akik nagyon szép kódex rajzokat készítettek, és vannak olyanok, akik lovat próbáltak rajzolni, elég kisebb-nagyobb sikerrel. Nem tudom, hogy látják-e, ugye ott a szemben lévő ló megrémült arccal, igen érdekes pálcik a lábakon áll. Nos, nagyjából úgy kell elképzelni, hogy nem mindenki volt tehetséges. Ugye a szerzetesek abban az időben hát megkapták azt a feladatot, hogy most rajzold le azt a csatajelenetet, vagy rajzold le azt a történetet, amit épp eléraktak, vagy induljon úgy egy miniatúrával, és ez nagyon fontos, ugye képzőművészetről beszélünk, hogy ebben az időben ugye a falfestészet, és ez Szent Lászlóval kapcsolatban igen fontos volt, hogy a legendáit falfestészetben örökölték meg, legalábbis örökítették meg a számunkra, a jövő számára, és nézzék meg, hogy ha most én amúgy úgyis benne van az én előadásomban egy-egy falfestmény, de nézzék meg, hogy a mi képzőművészeink, a mi művészeink abban az időben hogy rajzoltak lovat, vagy hogy rajzoltak le egy csatajelenetet, és nézzék meg például ezt a francia a kódex képet, ami szerintem még lovat se látott ez a szerzetes, mert nem biztos, hogy így rajzolta volna le. Akkor a másik, ami nagyon fontos, hogy a puposteve. Mi ezt ugye felismerjük, ő hírből, hallomásból ismerhette a puposztevét, ugye abban az időben jöttek, ment az arab világba, és hát biztos eljött, vagy megkérdezte az egyik lovaktól, vagy egy másik paptól, hogy mondd el, hogy milyen állatok voltak ott, és akkor mondta, hogy hosszú lábai vannak, ugye hosszú nyaka van, csak egy púpja van, és hát ő így rajzolta le. Tehát, hogy fel lehet ismerni, hogy púposteve, de ez a szerzetes úgy szintén nem láthatott az életében púpostevét. Tehát úgy kell elkezdeni, hogy ezek a szerzetesek sok esetben kolostorokban élték le az egész életüket, és az információkból tudtak rajzolni, vagy olyan miniatúrákat készíteni, amelyeket abban az időben bárki úgy elmondott neki az utazásai során. Nos, hát itt is egy ilyen képet lehet látni. És akkor most én vissza is térnék, hogy ugye ezek már milyen szép képek. Mennyire jól látható és felismerhetőek az arcok, a lábak. Ugye még akkor is, hogyha mondhatnám azt is, hogy ilyen kezdetleges, nincs arányában. Ugye az épület az jóval kisebb, az emberek nagyon magasak. Ugye az állóképek, helyzetképek tudatközpontú gondolkodást biztosították. Tehát tulajdonképpen itt arról volt szó, hogy inkább a gondolkodás és a téma volt a fontos, a kép hátánál lévő információ és annak hangsúlya. Tehát itt is inkább a hangsúly a királyra, a püspökre, és így tovább, és persze a templomon volt, de inkább erre az eseményen volt a hangsúly. Tehát ők az eseményt és annak hangsúlyozását jóval nagyobbra alakították, és rajzolták, festették, mint azt anatómiailag esetleg kellett volna. Viszont a transzparens szemlélet, az anatómiai realitások figyelmen kívüli hagyása, a kifejezés kedvéért, építészet, román stílusú technikai stratégiai okokból nehézkes, vastagfalú, erőtszerű épületek, igaz, egyre gazdagabb részlet díszítésekkel. És akkor itt megint megállnék egy percre, mert ugye ezek azok a momentumok, és ez az a tér, amiben Szent László él. Azért is hozom ezeket be, hogy nagyjából lehessen érezni, hogy ő hol élt, mikor élt, mikkel találkozott, milyen festményekkel találkozott, milyen építészettel. Egyebek mellett, hogyha ő kiadta azt a rendeletet, hogy imit, amot húzzanak fel egy apátságot, akkor ebben a stílusban is húzták fel, ugye ez a kora gótika, a középkori, vagy a gótikának, vagy a román kornak egy olyan formája, amellyel inkább a védelmet próbálták megtartatni azon a helyen, ahol ő alapított, így akár a Szent László által alapított nagyváradi
a püspökséget is a várral, amely körbe, mondjam egy falként a körbe érte a templomot, ami középül helyezkedett el. Ez az első jele és az első építkezési stílusa volt Nagyváradi várnak, amely aztán szép lassan századokon át bővült olyanná, amilyen most lehet látni. Nem tudom, hogy ki volt önök közül Nagyváradon, hogy megnézze a Nagyváradi várat. Örülök neki. Esetleg, ha van útjuk, még tegyenek egy utat Nagyváradra, mert csodálatos az a hely. És akkor már ide jönne is az, amit ebbe a kis előadásba nem illesztettem bele. Én a Nagyváradi várban, azaz a Városi Múzeumoknak a főigazgató helyettese voltam egy ideig, és pont a Nagyváradi vár volt a székhelyem, az első emeleten az egyik a főépületben volt az irodám. És hát képzeljék el, hogy én nagyon szeretek főzni, és kiválasztottam az egyik helyiséget, ami irodának így megfelelő volt. Nem is volt kicsi, nem is volt olyan nagy. Egyébként úgy kell elképzelni, hogy a várban elég nagy, mondjam úgy, hogy szobák vannak. Nagyon szép. Szépen fel van újítva. És hát az a szoba, amit én kiválasztottam, kiderült, hogy az volt a konyha. Tehát a Szent László idejében, vagy legalábbis a vár éltében, amikor még emberek éltek ott, hát ott főztek a szakácsok. És hát az egyik rész, és ez fontos, hogy körülbelül ezt is érezik, hogy milyen volt abban az időben, amikor belépett esetleg Szent László egy ilyen helyre, ha belépett, egy hatalmas teret kell elképzelni, egy elég nagy területet, és mellette volt egy másik szoba, amely le volt zárva, ott egy kürtő volt, egy olyan 6 méter magas kürtőt kell elképzelni, ilyen volt az irodánál is, hogy ki lehetett nézni ott, mint egy kémény, de nem volt látható, elég mélyen volt, és méről indult fölfele, egy kis lyukat lehetett látni, oda tették fel a nagy üstöt. Tehát ott volt az a tűzhely, tehát nem a konyhában volt, hanem meg volt nekik a tűzhelyük. A tűzhelyre tették föl a különböző étkeket, általában egytál ételt ettek ebben az időben, tehát Szent László is inkább ez az egytál étel típusú étrendje volt. A gulyást megelőző jellegzetességű ételekről beszélek, ami azt jelenti, hogy egy nagy állatot leöltek, akkor azt betették a bográcsba, arra tettek vizet, abban tettek zöldségeket. Mondjam úgy, hogy ez a mai napig létező Franciaországban sokszor ilyen chateau dinert szoktak tartani, ez a vár vagy kastély főzést, amikor megjön a társaság, és akkor van egy nagy konyha, ott a nagy konyhában van egy szép nagy asztal, ott az asztalon ugye előkészítik ezeket az ételeket, zöldséget, gyökérféléket általában. Ugye a magyarok abban az időben nem tudom, hogy tudják-e, hogy mit ettek. Tehát Szent László idejéről beszélünk. A kölest, tehát ezeket a kásaféléket. Ugye ez volt, amit mellé raktak a hús mellé, szárították is a húst, mivel a körös folytott Nagyváradon ugye a halat is ették, úgyhogy tulajdonképpen nagyon nem különbözött a mai étrendtől, amit abban az időben Szent László is evett. És akkor ide jöttem ugye Európa gazdasági térképe a 11-13. Században. Jól lehet látni, hogy nálunk mi volt a legfontosabb eleme a Magyarországon, az akkori Magyarországon, mi volt az, amivel mi büszkélkedtünk, sőt olyannyira, hogy ezzel fizettek is. Ezek nem aranytömbök, hanem önök szerint micsoda? Egyébként ott van. Só. Ugye a só fizetőeszköz is volt, sokszor ebben fizették ki a lovagokat is, tehát a sóra mindenkinek szüksége volt, hiszen az éle nem volt hűtőszekrény, és az élelemnek a frissen tartásához sóra volt szükség, úgyhogy mi egy nagy sólelőhely voltunk, Közép-Európában a legnagyobb. Tehát a mai napig is, hogyha Erdélyről van szó, akkor itt a sólelő bányáink voltak, a mai napig egyébként az egyik legfontosabb. Romániában ebből él a mai napig az állam, tehát ebből a régióból, Erdélyben itt van a tordai, ugye, és a parajdi só, már biztos hallottak róla, és hát a szarvasmarha, a bárány, ez volt még a számunkra nagyon fontos abban az időben, ennek az exportja, importja, stb. És a ló, és a lótenyésztés. Ide most nem volt betéve a ló. Ugye már olyan gazdaság létezik, amellyel László próbál városokat alapítani, és ezért a mezőgazdaság és a helyben maradás fontos volt, ezért a földművelés is mezőgazdaságra is nagyon nagy hangsúlyt fektetett. Azaz, innen is kiderül, hogy László nem csak egy egyszerű vezér volt, nem egy hadvezér volt, hanem ő valóban egy olyan
a szellemiséget képezett abban az időben Magyarországon, amely összehúzta a társadalmat a minden szempontból. Igen, mindjárt visszatérek egy fontos részre, mert ahhoz, hogy össze tudja húzni a társaságot és Magyarországot, ahhoz azokat a törvényeket be is kellett, hogy tartsák, amit Szent László tisztán követelt minden egyes embertől, a nemesektől is. Ugye a középkor első századaiban a lóállományban nem történnek nagy változások a népvándorláskori helyzethez képest. A lovak többé-kevésbé ugyanolyanok voltak, mint a korábbi időszakban, ősi magyar fajta, amely a ló marmagassága 130-151 cm. Tehát ezek nem nagy lovak voltak, viszont nagyon szívósak. Feje aránytalanul nagy, nyaka keskeny és inkább hosszú, mint rövid, kivéve Közép-Európában. Itt a nagy testű lovak gyakoribbá váltak. Ezeket a lovakat háborús célokra tenyésztették, mivel ebben az időszakban jelent meg a lovagi fegyverzet, és nagy testű lovakra volt szükség. Ugye erről beszéltem a páncélzatról. Nehéz páncélba öltözött lovasok cipelésére. Továbbá ebben az időszakban kezdtek el különböző lófajtákat is tenyészteni, ami a középkor végén teljesedett ki. A magyar lóállomány a középkorban tehát nem volt teljesen egységes. Egykor gyakran ajándékoztak külföldre felszerszámozott lovakat, de a korai időszakban a királyok megtiltották a ló kivitelét nyugat felé. A hadjáratok során elkobzott vagy elorzott lovak a vásárlásoknak, valamint az esetleges külföldi ajándékozásoknak és a keletről behozott nemes lovaknak köszönhetően kettős kép alakult ki az országban. Egy 1308-ból származó krónika írja, hogy a magyarok lovai alacsonyak, erősek és gyorsak. Az előkelők és nemesek lovai ellenben nagyok és szépek. Tehát itt volt egyfajta megkülönböztetés, már csak azért is, mert a mezőgazdaságban nem tudtak ilyen nemes lovakat tartani. Értelmetlen is volt. A kisebb, szívósabb lóra sokkal nagyobb szükség volt. Ezért lehetett itt már látni, hogy nemes volt, vagy épp paraszt. A kutya. Kétségkívül a vadászat fénykora, középkorban és az újkorban volt, tehát akkoriban ez a hobbi életforma csak a nemesek kiváltsága volt. Egészen a francia forradalomig a kutyatenyésztés ezzel egy időben ívelt felfelé. Minden főúr a maga fajtáját akarta tenyészteni, gondosan ügyelve arra, hogy a fejedelmi ebek ne keveredjenek pornép négylábúival, tehát korcskutyákkal nem lehetett keveredni, mondjam így, nem nagyon engedték ki a várakból. A koronázás. A képes krónika szerint 1077-ben, amikor a magyarok meghallották, hogy Magnus, azaz Géza király meghalt, egész sokaságok öcséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyértelmű akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és álhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes. Bőkező, adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl, mint a köd közepette a hajnali csillag, amely elűzi a homályt, és mindenképp a teli hold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog, fény lett népének közepette. Mikor pedig a királyi méltóság feladatát méltó módon elvállalta, szavakkal nem lehetett kifejezni, mennyire és miképpen látta el, mert nem hajlott szíve afelé az áramló gazdaságra, vagy gazdagságra, vagy más földi javakra. Lelke mélyén mindig az örök jóra gondolt, arra vágyott kielégíthetetlen kívánsággal, azt kutatta szüntelen nagylelkű munkálkodással, hiszen nem kételkedett, hogy minden, ami számára kívánatos, Isten s minden lelki erénye az ő feleségére irányul. Megőrizte a királyi méltóságot, kinek-kinek megadta magáét, Isten magáért szerette, a világi hívásokat Isten kedvéért. Hűséges és odaadó volt tehát a Teremtőhöz, fogadalmakban és felajánlásokban jó akaratú, népével bőkező, a külföldiekkel adakozott, s az alattvalóiknak irgalmazott, a megkínzottaknak, s az elnyomottakat hatalmas megszabadítója volt. Tehát az elnyomottak hatalmas megszabadítója volt. A közismert volt László vég vendégszeretete is, nem egy királyi vagy fejedelmi sajt talált néha menedékre udvarában. Udvarában nevelte fivére Géza két fiát, Kálmánt és Álmost, valamint András király Dávid nevű fiát. És egy ideig Salamont is udvarába tartotta, mindennel ellátta őt, rangjához mérten, amit csak önként el nem távozott az országból.
A magyar nemzet és az egyház szolgálatára nyilvánult meg abban is, amikor a király 1083-ban saját nemzetéből adott szent példaképet a magyar népnek. És ez itt nagyon fontos. Júliusban szenté avatta András és Benedek zoborhegyi remetéket, majd Gellért püspököt, augusztus 20-án István királyt, november 5-én pedig Imre herceget. Tehát mennyi szentnek adott, mennyi embert szentesített, mennyi elődöt szentesített, mennyi kiváltságos embert emelt ki a magyar népből, amelyek valóban a Isten szolgálatában voltak. Már a külse is királyra vallott, óriási termetével, izmos tagjaival és férfias, szép arcával egyaránt kivált a többi emberek közül. És a szép testben szép lélek lakozott, egész lelkével ragaszkodik a keresztény hithez. Vallásos buzgóságában, mintha magát István királyt akarta volna fölülmúlni, püspökséget, monostorokat, apátságokat alapít és templomokat épít. Bőkezűségét valamennyi egyház és monostor tapasztalá, de király erényekkel is tündökölt. Nagy lelkű, álhatatos, igazságos, az elnyomottak támasza, az árvák atya, alattvalóihoz kegyes, az idegenek irányába szíves. Nemzete inkább szerette, mint sem fél tőle, s közönségesen csak a kegyes királynak nevezi. Ugye a magyar királyság Szent László idejében, és ahogy a besenyők, úzók, a kunok próbáltak behatolni, ugye itt mutatja keletről, délről, és itt tulajdonképpen az útvonaluk is, ahogy bejöttek az országba, persze aztán nagyon jól tudjuk, hogy László ideje alatt ez nem valósult meg, tehát nem foglalták el. És akkor itt ez nagyon fontos rész, amit kiemelek, ugye a dekrétum második könyvéből egy kicsi fejezetet veszek ki, Szent László király dekrétumainak második könyve, első fejezet arról, ha akármilyen főember közelvalója lop. És ez fontos, hiszen abban az időben, ugye ne felejtsük el, hogy ez a sötét középkor. Ebben az időben azt tehettek szinte, amit akartak. Éppen ezért Szent László ebben is egy hatalmas kulcsfigura, mert az egyház szolgálatában és a nép akaratát próbálta úgy teljesíteni, mint ahogy azt egy nemes király és ahogy egy lovakirálynak illő volt. Hiszen ezt tanulta. Ugye a kegyességes László király idejében gyülekeztünk egybe, mi Pannónia országának jobbjai mindnyájan a Szent hegyen, és módot keresünk benne, miképpen lehetne a gonosz emberek szándékát megakadályoztatnunk, és előmenetel szereznünk a mi nemzetünk ügyének. És mindenek előtt végeztünk, és esküt mondunk rá, hogy akármilyen főember közelvalója találtatték lopás vétkében egy tyúk áránál feljebb, tehát egy tyúk áránál feljebb, senki semmiféleképpen el ne rejthesse, vagy meg ne oltalmazhassa azt. Tehát, hogy azt a vesztőre. Tetszett az is végeznünk, hogy magát a tolvajt, ha csak templomba nem jutand, akasszák fel, és minden vagyona vesszen utána. Ez egy tyúk után. Tehát, hogyha nagyobb értéket lop egy tyúknál, akkor ez a végzete. Tehát, hogyha nem küldik templomba, azaz nem jár onnantól kezdve templomba, tehát kötelező lesz ebben az időben olyannak, aki esetleg ilyen vétekben volt megtalálva, hogy templomba járhasson. És ha ki megfogta vala annak a vigyázatlanságából menekedik a templomba, tehát, hogyha meg akarták volna fogni, és ugye a templomba menekül, vagy a király udvarába, vagy a püspök lábaihoz, ne nyerjen elégtételt a lopásért, aki nem vigyázott. Tehát még ekkor sem biztos, hogy felmentették. Ha pedig kezese kezén szabadul meg, ment legyen ugyanaz akasztófától, de mindazonáltal a kezessel együtt adják el szolgaságra az ország más részébe, és javai a királyi kincstárt szolgálják, vagy szálljanak. Azaz, ha nemes emberről is volt szó, az összes vagyona átszállt a királyi kincstára, őt pedig akár szolgaságba döntötték. Nos, azért ez elég kegyetlen, ahogy így hallatszik, nem tudom, hogy ezt így, ha most így belegondoljuk magunkat abba az időbe, hogy mi lenne abban az esetben, ha ilyen dekrétum vagy ilyen rendeletet hozna a kormány, akkor én azt mondom, hogy lehet, hogy valami történne, és megijednének még azok is, akik esetleg erre gondolnak. Most ebben az időben valóban ilyen volt, és megijedtek az emberek, éppen ezért ebben az időben virágzott a legjobban Magyarország. Tehát Szent László idejében volt egy erős stabilitás, amelynek egyik legfontosabb hangja ez volt, amit itt most felolvastam, amellett persze az egyház.
A középkori kereszténység a kegyetlenség kultúrája volt. A kínzás nemzeti és helyi kormányzatok írták előszerte a kontinensen. És jelentéktelen bűncselekmények esetén is törvények rögzítették a megvakítást, a tüzes megbélyegzést, a kéz, a fül, az orr és a nyelv levágását és egyéb csonkításokat. A kivégzések a szadizmus valóságos orgiái voltak, amelyek az elnyújtott halál szenvedésében csúcsosodtak ki. Mágia halál, kerékbetörés, lovakkal szétfeszítés, karóba húzás, a végbélen keresztül, kibelezés a belek orsóra tekerésével, de még az akasztás sem a nyak gyors eltörésével történt, hanem lassú kínok között fulladt meg az áldozat. Nem megyek a részletekbe, mert nincs értelme. Sűrű, ugye mert telik az idő, már le is telt. Sűrű háborúzása jokán is legtöbb csoda a hadakozó király kísérte. Üldöző ellenség elől menekülve a szikla meghasadt előtte. Éhező katonái táplálására a szarvasbikák jelentek meg, imájára víz fakadt a sziklákból, ellenség elé dobott pénzei kővé változtak. Ugye itt van az a történet is, amikor a László király elhagyja a földi jelenlétet, és a szekere a nagyvárat felé megy. Én ezt a legendát nem fogom elmondani, ezt biztos ismerik, ha nem, akkor nézzenek utána, mert nagyon szép a történet. Ugye a lovak királynak nagyon sok erekéje van, amiután őt szentté avatják, ugye harmadik Béla, akkor ebben az időben az volt a szokás, hogy nem csak egy helyen maradhattak ezek a szent erekék, azaz a csontozata egyben, hanem feldarabolták, imit amott koponya részlet, a lábszár részlet, stb. Ezek össze, tehát akár még Európa más országaiba is eljutott, így akár Franciaországba is, Olaszországba is, mindezt úgy, hogy kiváltságosakká váltak a magyar diákok például. Volt, hogy ez volt a névjegy kártyája ahhoz, hogy egy egyetemen egy sereg magyar diák tanulhasson, hogy kaptak egy ilyen szent relikviát Szent Lászlótól például. És akkor ez itt egy fontos dolog. Ezután a Piroskáról beszélek egy 5 percet, és akkor én befejeztem. A László et Lancelot. Nem tudom, hogy hallottak-e erről. Emelje fel a kezét az, aki hallott arról, hogy lehet, hogy Lancelot volt. Igen. Most akkor 2 percben elmondom, a történelemtudomány már régen felismert, hogy harmadik Béla uralkodása idején rendkívül mértékben felerősödtek a magyar-francia kapcsolatok, és ez itt nagyon fontos. Ezek a kulturális hatások azonban korán sem voltak egyirányúak, mint hogy a magyarok is szép számmal érkeztek ekkoriban Franciaországban. Egy új elmélet szerint pedig eme magyar a hatásoknak volt egy igazán látványos eredménye is, ami nem más, mint a hős lovag Sir Lancelot alakjának megszületése. A hős lovag Sir Lancelot a középkori Arthur mondakör talán legismertebb szereplője. Ennek fényében talán meglepően hat, hogy a történelmi és irodalmi kutatás képviselői mindmáig nem tudtak magyarázattal szolgálni arra, hogy honnan is származik, vagy miként alakult ki a világhíres irodalmi alak. A karakter ugyanis a 12. századi francia regényíró Chrétien Troyat munkájában tűnik fel először, rögtön, mint a mondakör központi szereplője. Ezt megelőzően azonban Lancelot alakjával semmiféle előképet nem sikerült azonosítani, sem az Arthur irodalom korábbi szövegeiben, sem a kelta mondavilágban. Azaz nem volt Lancelot. Addig, ameddig ez a Chrétien de Troyat meg nem írta a 12. században ezt az alakot, azaz hozzá nem tette az arthuri mondakörhöz. A kutatók így javarészt egyetértenek abban, hogy Lancelot eredetileg nem tartozott a mondakör szereplői közé, személyét később illesztette a kánonhoz egy szerző, talán pont Chrétien de Troyat. Szent László, dr. Stephen Poe történész a közelmúltban egy új elmélettel állt elő, melynek lényege, hogy Lancelot alakját Chrétien Troyat egy évszázaddal korábban élt magyar uralkodó lovak király Szent László legendájáról mintázhatta. Az első hallása talán meglepő teóriát most megjelent, vagy nemrég megjelent tanulmányában számos évvel támasztotta, vagy érvel támasztotta alá. A lovag és a 11. századi magyar király közötti kapcsolat első és leglátványosabb eleme a kétségtelenül a nevük. És ez nagyon fontos, hogy a Magyarországon használatos László vagy Ladislaus név ugyanis könnyen torzulhatott az új latin nyelvterületen a Lancelotra, ahogy arra Poe rámutatott, ilyen változásra konkrét példákat is ismerünk, hiszen például a 15. század közepén uralkodó magyar király a 5. utószülött László neve rendszeresen Lancelot formában jelenik meg a kortárs francia és olasz szövegekben. Így például a francia költő François Villon műveiben is, tehát már 5. László is Lancelotként jelent meg. És visszatérve rá, azért itt azért megjegyezném, ugye, mert én erről beszélek, hogy Lancelot, de nézzék meg, hogy hogy jelezték és jelképezték a francia miniatúrákban magát Lancelotot, hogy milyen a páncéljának és a lovának a
a díszítő eleme. Tehát ez az árpádsávos a színvilág. Úgy szintén bárhol nézik, ott van megint Lancelot, árpádsávos páncélzata vagy jelenik meg. És hát ez a másik történet. Ugye mi is tudjuk, hogy a mi Lászlónk menekített ugye a kunok elől egy hölgyet. Hát a Lancelot története is pont ilyen. Tehát még itt is hasonló. És akkor most menjünk egy picit Piroskára, és ezzel be is fejeztem, mert tényleg sokat lehetne beszélni. A dinasztikus kapcsolat létesítése mögött meghúzódó politikai indokokra, az eseményekről tudósító görög forrás is világosan utal. A császár pedig látván azt, hogy a nyugati népek és hasonlóképpen a keleti népek is mind minden irányból mozgolódnak, elküldi hát követeit Magyarország királyához, és feleségül megkéri annak Lászlónak leányát, saját legidősebb fia, Bíborban született Johannes császár számára. És mivel azt tapasztalta, hogy amit mondott a király egyetért ezzel, megint elküldi követeit, aki közül a legjelesebb és a legelső Ematrios Filokalész Sebastos volt, hogy a leányt hozzá kell. Ezek örvendezve és vidáman viszik a szépséges testű hajadont a rómaiak, bizánciak országába. A császár nagy örvendezéssel és tisztességgel fogadta őt, és feleségül adta fiához. Itt lehet látni, hogyha antropológiai szemmel nézzük, és hogy nézhetett ki a Piroska, aztán ugye ő nevet is vált, vörösnek tűnő vastag hajó, bőhajú hölgyet kell elképzelni, szép baba arcú nőről lehetett szó. Az ő neveltetése is olyan volt, mint Lászlóé, egy nagyon kegyes, nagyon jó szívű, mivel ő is egyházi személy volt, tehát tulajdonképpen nagyon közel volt az egyházhoz, és egész nap ebben élte az életét, egy nagyon adakozó típus is volt. Azt mondja, 8 gyermeket szült a császárnak, Piroska bizánc császárának, közülük a legidősebb fiú társ császár lett apja mellett korai haláláig. A legkisebb fia, első Manuel pedig közel 40 évig Bizánc egyik legkiemelkedőbb uralkodója volt, és kora híres hadvezéreként védte Európát a törökökkel szemben, tehát 40 évig volt hadvezér a fia, a legkisebb fia. A Manuelnek sokáig nem született örököse, ezért atya, és ez itt megint nagyon fontos, ezért anyja családjából az Árpádoktól hozott örököst. A választás második magyar Géza király fiára, a későbbi harmadik Bélára esett, akit Bizáncba csábított, mert a trónján magyar örököst szeretett volna látni. Mennyire összeszövődik ugye a bizánci a királyság, császárság a magyar királysággal? Piroska férje támasza volt, nem csak hitvese, hanem Komnéosz mellett a birodalom irányítója is. Kitűnt az államügyekben és gazdasági életben való jártasságában. És itt fontos, hogy többször közvetített a magyar királyság és a bizánci birodalom között. Szerény, jó természetű, adakozó és segítőkész volt. Az udvari pompa távol állt tőle. Védelmezte az egyházat, és ő építette Bizánc legfontosabb kolostorát, a Pantokrátor kolostort. Mindenható megváltó Krisztus egyébként az elnevezése. Mely gyakorlatilag egy nagy épület együttes, amely magába foglalt egy templomot, menhelyet, és itt megint fontos, 50 ágyas kórházat, idősek otthonát és egyéb szociális ellátó intézményt. Ebben az időben ilyen nem volt. Ő volt az első, aki ezt így létrehozta. Funkcionálisan és szépségét tekintve is kiemelkedő épület együttes. A kolostor szemléletében is egyedülálló volt, messze megelőzte korát az arab birodalom kórházainak és a középkori Európa kórházainak építésekor példaértékül vagy példaképül szolgált. Művének elkészülte, ugyan nem élhette meg, de férje nagy gondot fordított befejezésére feleség emlékének tisztelegve. És akkor azt hiszem, hogy itt most már az utolsó oldal jön, igen, Irén vagy Irén férjét elkísért egy bütniai hadjáratra, gyakran tett ilyet, ahol valószínűleg fertőzés kaphatott, s utolsó napjaiban lemondott koronájáról, és szerzetesként halt meg 1134-ben. Felvette a Széné idegen nevet. Nem sokkal halála után az ortodox egyház szenté avatta, majd a katolikus egyház is felvette a szentjei közé. Piroska a mai magyar művelődős történet igazi és egyben elfeledett nagyasszonya. Mozaikja az isztambuli Hagia Szófia bazilika emeleti galériájában kapott helyet. A képen a szűzanya karján a gyermek Jézussal, valamint két oldalán Szent Piroska vagy Irien, Komenius és II. János a bizánci császár látható, amint adományt nyújtanak át, 1118 körül a mozaik egyébként. A császárné szarkofágja is itt a Hagia Szófia előcsarnokában található.
erről a képről van szó. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak.